szeszélyes hónap következik a Szegedi Nemzeti Színházban és a Naptárban is. Mennyire lesz szeszélyes az előadásokat tekintve ez a hónap? Szerintem nem is szeszélyes, inkább színes. Két premierünk lesz, ez egy, ebből egy a Nagy Színházban, egy a Kis Színházban. A Nagy Színházi balett premier, a Szegedi Kortárs balett Ravelestje. Két részes, az első felében egy igazi balettnek komponált zenére készült a koreográfia, ez a Daphnis és Chloé, és élőzenével szólal meg a Szegedi Szimfonikus Zenekar előadásában a koreográfus rendező Juronics Tamás. Ez különleges, hiszen általában ez felvett zenére szokott történni. Igen, de Szegeden ennek nagy hagyománya van, és tényleg kevés helyen valósul meg az országban az, hogy nem klasszikus balettet, tehát nem a Diótörőt vagy a Csipke Rózsikát, hanem igazi kortárs zenét, kortárs koreográfiát élőzenével szólaltatnak meg. Nálunk viszont az elmúlt években is ez gyakori volt, úgyhogy ezt nagy örömmel mondhatom most is, hogy így valósul meg. Ez érvényes a balettest második felére is, ott egy kamaraműre készült a koreográfia, Ravel F-dur vonós négyesére, előadója pedig a Kosztándi vonós négyes lesz. A másik premierünk Kis Színházi, húsvét után pénteken, április 10-én lesz Herceg Ferenc Kék Róka című vígjátékának a premierje, a rendező Bagó Bertalan. Természetesen ezen kívül még lesz egyéb bemutató is. Igen, szívesen ajánlom a márciusban megkezdett sorozatunk a Függöny előtt maszk nélkül folytatását. Nagy sikere volt Fekete Gizivel annak a beszélgetésnek, ami a Kis Színház színpadán volt márciusban. A sorozat Király Leventével folytatódik április 23-án délután 5-kor. Lesznek továbbá koncertek is. Április 18-án az Éneklő Ifjúság Szegedi Csongrád megyei sorozatának gála hangversenye lesz, ahol iskolai kórusok lépnek fel a legkisebbektől az egyetemistákig. Egy másik koncerten április 30-án ennek az estnek a címe Csontvári 150, kortárs magyar szimfonikus műveket ad elő a szimfonikus zenekar, olyan műveket, amelyek inspirációja Csontvári festészete volt. Ugyanakkor a színház nem csak a saját falain belül szerepel, hanem több más helyen is. Hol pontosan? Rangos fesztiválon, az Operaház által immár harmadszor megrendezendő Primavera fesztiválon játsszuk Offenbach Hoffmann meséi című operáját, tavalyi produkciónkat, és a budapesti előadás előtt néhányszor az itteni programba is bekerül.